gyere ki fel a fater, ez az, gyere. Ennek már volt valami súlya. Ezt már felismerem viszont, hogy törpe harcsa. Azt hittem már legalább értelmes. Itt árulnak csónakot, nem tudod? Vagy bérelni nem lehet? Szintén nem. Na mi leszel, barátom? Csak egy alóza. Olvastam könyveket, milyen halak vannak a környéken, és azt hiszem ez abba tartozik. Én egy törpehacsával kezdem a izi fogást. Lehet, és azzal kezdtem. Lehet, hogy olyan fogással, mint a Del Piero-nál. Lehet, hogy akkor inkább menjünk másik vízre. Hát, lehet. Olyan helyet kéne nézni, ahol közel vannak kocsi. Nem könnyű így futkározni. Alamú színén van egy egész jó hely. Igaz, hogy kicsit olyan másabb a víz, de esetleg megnézhetnénk azt is, hogyha érdekel. Oké, megnézhetjük. Akarsz most vezetni te? Kipróbálhatod a kicsit. Kipróbálhatom, hogyha ízni megengeded, úgyse nem szeretném ízni úgy meghajtani. Bassza meg a kormány! Nem szeretném ízni úgy meghajtani. Nem tudom, sokan néznek engem idősnek, pedig ezért csak ki van hidrogénesztetve a hajamat, nem értem. Sok, nem, jó, nem túl ez így akkori a téma, de akkor is. Szűztessom, csak viccelek. Jó hajad amúgy, jó friszkó, nem gyenge. Csír. Jaj, ez a szerelőre vártok, vagy csak nézek a kicsit? Szerelőt várok, mert kollégának kicsit ízni, amikor elvittem én egy picit körre. Meghúztam a járgányt, aztán én állom most a sarat. Ha vannak ilyen balesetek. Itt tesó, tiéd ez a kocsi? Enyém. Szétadom, nagyon jól lehet csúszni az elején. Bár csóró ablak ki van törve. Na, szevasz Ryan, bazd meg, most már tudsz beszélni, megtanultál? Yeah, yeah. Bár értelmileg fogyatékos. Úgyhogy kérem, azért figyeljen rá óvatosan. Mit futkár az a gyerek? Kérdeztem egyet, mi van az a biciklivel. Jó van, várom Roger spanat. Vágod, azt mondta, vesz egy kocsit, de azt mondtam telóba is. Ja, vágom. Íh, geci. Smizu. Semmi legyen. Hol ment a kocsival? Ja, csak leraktam a pét. Le kéne festeni, ú, de szép lenne. Lilába. Lilára? Ú, amúgy igen. Lila neon, lilára. Már egy gyere át a WC csatni. Mi van? Mi? Mi is megy? Mi a nyelv? Mi a faszról beszélsz? Mindegy. Akkor megyünk majd a... Biciklizni. Ja, bicikliket lopni. Ja, mármint. Biciklit lopni? Ja, aha, mert. Jó. Vágok. Hallod, elhiszed a csicskat, és egy gondos. De szóval elég. Hát az meg hova? Hát gondolom szép azt a taxi, hát a hülye gyerek. Mi a fasz, hova mennek? Hallod, Roger nem jön vissza. Fú, nem itt legyen, hogy megéri a felekezást. Vágod, azt mondta 3K-ig veszik, hogy itt tudja, hozom. 3K-ig. Várj, hallod, ez egy tőkezű nigger.
hűső gettóból érkezik. Van pénz. Ja, jó. Na mindegy. Iha. Vágod egy kis disznó levetett a rótban ez a maszkot. Ja, hogy ez illegális hordon meg ilyenek. De jó volt az a négerek vagy köszönjük. Roger Spano, szevasz! Na, hazzasz. Melyik autóval megyünk? Hát, az... nekem mindegy, én... Jó, menjünk. Na. Követlek titeket. Gyere már, te! Gyere már! Adja, mit teszel, csak el. Na, Mizu. Bent se jobb a helyzet, ott a pali már ki van égve, úgyhogy majd akkor meg kell várjuk ezt a kinti helyzetet. Na, túlterheltek, hát igen. Meg tudom érteni, hogy egész nap zárva voltak. Na ja, meg a végén tényleg azért átvezényen magam úgymond. Ők azt is mondta, hogy igaz, ma be is lehet menni odaállni, tehát állj be a kocsival, aztán jó van. Ott elő? Vagy hogy van már itt hova? Oda be. Okés. Kint megvárlak meg, mert nagyon szeret. Csak nem tudom, kíváncsi, hogy ilyen matféret nézzük meg, meg csillogós. Most ez inkább matmarvágy, szerintem, vagy nem tudom, hogy alapfelje, nem tudom ez milyen. Mondom, akkor azt az izét kéne elsőnek. Ez a most a matcinek, hát nézzük. Ez a matcinek, akkor ez. Mindjárt csak elok a bankba, jó? Rendben. De azt mondom, hogy jó adag pénz, ha ez nem elég, bazd meg, akkor nem tudom, mennyi kell. Már hogy megint tagad, bazd meg a pénzt, láttam, hogy ezért a sutpost hoztam ki a bankból. Aztán szerintem el is viszem lassan mosatni a kocsit, eléggé felcsapodott a sár, bármíg nem lepődök meg. Bazd meg, hol nem mentünk szegénnyel? Na ez az, jó meg lett hajtva. Hát. Adtam a pénzt főnök a zsebébe. Mindjárt viszünk srácok, azt írjöztök. Csak nyugodtan. Ne haragudj, tényleg már végzünk is, ne haragudjatok itt a... Nem tudtam én is, hogy ilyen hosszadalmas ez a tuning. Nem probléma. Főleg, hogy most kevesen vannak, mert amikor vannak itt 3-4-en is, aztán... Akkor haladósabb. Persze. Jó, és akkor... Azt nem mondd, még van valaki előttünk. Lefestni, vagy valami ilyesmi, tehát elvegben nem. Na szóval, mi lenne ezzel a járműjól, uram? Ja, nyugodjon meg, csak behoztam a gépjárműjét, mert nem akart most kéne hagyni, érti? Meg majd egy kicsit bütykölő is. Na, mivel tudod segíteni? A jobb első lámpát kéne megcsinálni. Csak ennyi lenne, csak a jobb első lámpát. Az ablak hátul, mert azt is sikerült nekem oda. Hát de bazd, miért nem szóltok fiúk ilyenkor, csak ennyi, mert akkor persze, hogy tiltek előbb, ilyenkor szóltok. Jó? Mondod, hogy te főnök. Csak egy lámpám van, azt mondom, jó, rendben, ki is serélem, oké? Oké. Kész. Na, oda patíts be, a kékemelő elé, légy, rakd be. Okay. Szóval, főnök. Na, mi a helyzet?
Lámpa, meg egy hátsó szélvédő, egy csávó most vitt el, hallod, vett egy, megvett a Fire Helion-t a spártéke már, tudod? Ki? A Drifter, tudod? Szétbaszt a kocsikat. Vágom. Vett egy Helion-t, az hasonlóan felturingolta, mint az eredeti kurva anyja. Igen. Tegnap este Monchi hegyet itt a szigeten. Igen. Ja, fölmentünk bele. Izével. Gézennel az egyik nőzás csávót fölvittem, csak úgy kirándultunk egyet, vágott, fölkapart a hegyre, geci, mint a picsa. És meg turbo nincs benne. Na, uraim. Hát hogy is mondjam, a szélvédő szerintem helyén van amúgy. A jobb hátsó. A hátsó. A hátsó ablak, nem szélvédő. Ablak, ablak. Aha. Jobb hátsó ablak. Ja, ja, ja. Jó, rendben, oksa. Tehát egy ablak, egy lámpa, jól látom. Jó. Ha még esetleg ön talál valamit, akkor... Nem lesz annyira drága szerintem, mindjárt meg is nézem, kb. Számolok egyet a katalógusba. $57 lesz csak. Az egész? Ja. Ez fasz. Még ide hoztam már bakker a fél bankot. Na jó, annyit azért nem, de... Kurva anyát, aki ide állt ezzel a szar szutyok fos kocsiba, nem tudom kihozni rendesen az alkatrészeket, hogy elférjek. Csak nem el kéne vontatni. Tessék, mi a baj? Csak nem el kéne vontatni. A kollégámé ez a kurva kocsi, de még nem tud rátenni egy kibaszott izét, bazd meg. Fú, de utálom. Ugye az acélbetétes. Na mindegy. Tessék. Ugye az acélbetétes. Hát acélbetétes, de hát nézzen rá, nincsen forgalomba helyezve, és beáll a garázs, azért raktarajtó elé ezzel a forsz szutyokkal. Majd én megmutatom nekik, ki itt az úr. Kurva anya. Kölcsön nagyon most vesz egy biskát, majd izé. Majd megjavítja magának, majd megjavítja saját magának, kurva anya. Ja, csak végig húzt, odaadtam a biskát, hogy végig húzza rajta az ajtót. Ja, van nekem is, van nekem is, elég az a szövédő neki szerintem. Jó, rendben. Felveszek egy kapácsot, pillanat, aztán kitöröm a maradék üveget. Itt van. Az igen. Már masina. Vagy még mindig egy dupszta arcolatot akarnék, de hát nem lesz. Jó napot, uram. Nem te vagy a taxis? Te szoktam. Hiányzik a hátsó szélvédőn valaki, kilopta a tesó. Láttál már ilyen? $57 szeretnék kérni akkor a javításért. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor vihetik is már a jelgépjárművet. Köszönjük szépen. Viszlát. Viszlát. Jaj, ciao Flash, főnök, emjek.
pontosan. Leteszteltem. Na, ja. Merre megyünk? Menjünk a parkásboltba, vigyél engem a parkásboltba, te megyek a biciklimért, és utána viszont én megyek akkor a szolgálatba. Rendben. Én meg szerintem még megnézem a bankban mennyi pénzem van, aztán attól függően vagy dolgozok, vagy megyek még horgászhelyekre keresni. Jó van. Aztán majd mondom, hogyha találtam jó helyet. Jó van, hogyha úgy van, hív föl, de... Majd, ha viszont nem veszem fel, akkor az annyit jelent, hogy valaki mellé beosztotta. Persze. Akkor jó munkát kívánok!